Augusztus 6-án ismét megpezsdült az élet településünkön, több ezer ember látogatott el a szabadidőközpontba, a negyedik alkalommal megtartott földesi pálinka és ifjúsági fesztiválra, mely ebben az évben is nagy sikerrel zajlott le. Számos program, vidámparki játékok és sztárfellépők sora vált a rendezvényre kilátogatókra, így az eseményen nem csak a helyiek vettek részt, szinte a térség minden pontjára érkeztek fesztiválozók földesre. A rendezvényen ebben az évben is megválasztották a pálinkák pálinkáját, valamint a főzőversenyre is várták a szervezők, a családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek, civil szervezetek jelentkezését. Ezúttal is olyan ételt kellett készíteni, amelyben felhasználásra került, mint alapanyag vagy köret, bármilyen gyümölcs, amelyből pálinkát lehet főzni. Gulyásleves, magyaros gulyásleves, van benne füstölt hús, elég a hagymát megdíszoltuk, a húst beletettük, azzal egy kicsit nyitottuk, utána beletettük a füstölt hús, mert csont is van benne, és csipet kereszt, pálinkás csipet kereszt. Miért éppen csipetet választottál? Hát mert ez nem lehetett úgy nehezen főnni, úgy csak parázsal tudunk hamarabb főni pálinkát. Hát ezt már szeretem mindenki. Jobban, mint a gyümölcsleves. Nem, aztán már mondtam, hogy pálinka is van benne, és kupicával. Részeges gulyás, sertés gulyás levest főzünk. Azért részeges, mert bele tettünk bele egy kis fehér bort. Egy kis muskotályos fehér bort tettünk bele, és barátfüle nagymama módra, és nudli, meg túró, vagy szilvásgomba. Ezt a ételt azért választottuk, gondoltuk a gulyáslevest, oda tesszük, az fő maga, és itt ráérünk csinálni, meg mivel, hogy gyümölcs kell, hogy legyen hozzá, így aztán ezért gondoltuk, hogy akkor szilvalekvár van a barátfülébe, a gombócba teszünk szilvát, így aztán van benne gyümölcs. A nudlihoz meg teszünk szépen majd baracklekvárt. Szabó Ápán vagyok, Bereskére érkeztünk, rózsafőkön készül kagastaréjal és herével. Más főzőversenyeken jártatok már korábban? Nem. Miért éreztétek, hogy ezen részt vesztek? Mert én a településen vagyok várakozva, és úgy gondoltam, hogy kérünk főzni a barátságra. Milyen a pálinka fesztivál? Voltatok már korábban? Csak vendégként. Hogy milyennek látjátok ezt a rendezvényt, a hangulatot? Hát eddig, ami láttunk belőle, eddig még kitűnő minden. Hagyományos retro gulyásleves lesz, csirkegulyás, és végül lesz hozzá szilvás gombóc. Mert ez ilyen hagyományos kaja, és az emberek régen, ugyebár ezt hamarabb meg tudták főzni, mert jószág mindig volt az udvaron. Krumpli mindig volt otthon, liszt mindig volt otthon. A gyümölcs meg a fán termett. Nagyon-nagyon jó, köszönjük, élvezzük ezt a napot. Gyümölcslevessel készültünk, sárga barackos gyümölcsleves, és aztán csirkemell töltve sajttal és aszaltszilvával, aztán tölt krumpli lesz hozzá, és készítünk gyümölcsből ilyen gyümölcsös koktélt. 33 a létszámunk, és most hál' Istennek 21-en jöttünk össze, és hát ez csapatmunka, ez másképp nem is megy. Hál' Istennek még minden tevékenyek vagyunk, csináljuk, ahogy tudjuk. Szeretünk részt venni mindenbe, ahol csak tudunk, és hál' Istennek még meg tudjuk csinálni, és hát bízunk benne, hogy ízleni fog a zsűrinek is. Thank you.
Amíg a finom ételek készültek a csapatoknál, színpadi műsorokat láthattak a fesztiválozók, a rendezvényre kilátogatók a Szél Rózsa Hagyományőrző Egyesület és a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI kiskökény néptánc csoportját, valamint a Stefitness tánc csoport mazsoret bemutatóját is megtekinthették. To the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So
songs I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Jeneiné dr. Egri Izabella településünk polgármester elmondta, az önkormányzat és a Karácsony Sándor közösségi ház által megszervezett rendezvény évről évre földes legnagyobb, leglátogatottabb eseménye. Településünk vezetője hozzátette, a főzőverseny egyik zsűrieként számos finom ételt megkóstolhatott, a nagyszabású rendezvény pedig már csütörtökön kezdetét vette a pálinka mustrával, ahol szakemberek zsűrizték és értékelték a közel 60 féle párlatot. Negyedik pálinka fesztiválunk van, és ifjúsági fesztiválunk. Ez ugye a pálinka minősítéssel kezdődött a csütörtöki nap folyamán. 58 darab pálinkát minősítettek a szakemberek, és annak a fajtánként a legjobbjai kerültek ma társadalmi zsűrizés alá, és így lesz meg a pálinkák pálinkája. Most fejeztük be a zsűrizést, a 13 csapat főzött finomabbnál finomabb ételeket. A főzőversenynek az volt a szabálya, hogy legyen benne valamilyen gyümölcs. Igyekeztek úgy a csapatok kialakítani az ételeket, kitalálni az ízeket, amelyek kapcsolódnak valamilyen szinten a gyümölcshöz, és amiben ugye pálinkát lehet főzni. Nagyon ügyesen és nagyon kreatívan kitalálták ezeket. A zsűriben megkértük egy tetétleni származású szakácsmestert, Esztikét, aki már tavaly esztendőben is itt volt velünk, és nagyon ügyesen és nagyon profin minősített. Jött egy fiatalember, Kelemen Roland, ő pedig séf, úgyhogy ő is egy nagyon ügyes fiatalember. És hát ugye a testvértelepülés tanácsosa Fodor Ferenc urat is megkértük, hogy vállalja ezt a nehéz feladatot, vállalta, illetőleg jó magam voltam a zsűribe. Én most azt tudom mondani, hogy színvonalban nagyon sokat változtak az ételek, nagyon finomak lettek az ételek. Én köszönöm a közösségeknek, hiszen ez közösségekről szólt, hogy a közösségek vállalták, hogy idekint főznek, gombócot készítettek és egyebeket, de nagyon finom ételek születtek, úgyhogy mindjárt kezdődik annak is az értékelése. És akkor utána következik úgymond az ifjúsági része a dolognak, hiszen akkor jönnek a zenekarok, és a fiatalok által kiválasztott zenekarok, amiket én már lehet, hogy koromnál fogva is nem annyira ismerek, ennyit tudok, hogy három betűsek, úgyhogy akit én ismerek, az 20 órától Zalatnai Sarolta lesz, úgyhogy egy színes, színvonalas kis fesztiválunk lesz. Én bízom benne, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és mindenki igyon rengeteg indivalót, mert csak úgy lehet kibírni ezt a meleget. Kelemen Roland, a hajdúszoboszlói Hungast Hotel Aqua Shore séfje, a négytagú zsűri egyik tagjaként szintén végigjárta a csapatokat, arra kértük értékelje az elkészített ételeket. Én azt tapasztalom, hogy a helyi ételek nagyon finomak voltak. A magas gasztronómiai színvonalat képviseltek itt a versenyzők. Távoli versenyzőnk is volt. Volt egy egyiptomi versenycsapatunk, aki szintén szépen szerepeltek. Én büszke vagyok rájuk teljesen. Sok hagyományos étel készült, többek közt a gulyás előtérbe helyezték, de voltak nagyon különlegesek is, mint például ez a tőtike, ami régen hagyományos volt, most már annyira nem, de végig is hozzák visszafele, ez a gasztronómia épül visszafele. Egyre gyakoribb, én úgy gondolom, főleg az ilyen vadaknál, szarvasnál, őznél, esetleg még a vaddisznónál is, inkább a vörösbolt előtérbe helyezik. Ilyenkor még szoktak ilyen aszalt gyümölcsöket is beledolgozni, esetlegesen nagyon szeretik még a friss szilvát, friss barackot. Természetesen mellé az étel, mellé aperitívnak is nagyon szívesen kínálnak. Bort, ilyen különleges borokat, mint kaptam szederbort, szilvabort, ami nem egy általános szőlőből készült. Ezen a fesztiválon nem. Nekem közel áll a szívemhez a pálinka, mert én is szoktam hobbiból főzök pálinkát. Ezáltal nekem ez közel van az én szívemhez, nagyon szeretek ilyen helyszínre eljönni, zsűrizni, részt venni rajta. A rendezvényre minden évben meghívás kap Földes testvértelepülésének Maros Sárpataknak a küldöttsége is. Fodor Ferenc helyi tanácsos elmondta, a két település kölcsönösen látogatja egymás rendezvényeit már sokadik éve. A településünk Maros megye, Erdély közepén terül el, a Maros folyó jobb partján. Vannak tavaink, vannak hegyeink, mindenféle
népség megtalálható, szóval ezek a miénk, együtt élünk. Vannak ott is, csak sajnos a Covid miatt már 2 éve már nem lett semmi, de eközben fejlesztettünk, inkább iskolát építettünk újra, művelődési házat, új óvodát, új mindent felújítottunk. Ezt csináltuk, ameddig a betegség rajtunk volt. A két település már évek óta testvériségben úgy mond. Mi is voltunk többször itt földesen, vezetőség, polgármesterasszony volt nálunk, sok jót tanultunk egyik a másiktól. Szeretünk idejönni, ők is szeretnek odajönni, elvégre testvérek vagyunk. A földes is fejlődik nagyon sokat, mióta legelsőbbször itten voltunk, én már úgy jövök ide, mint haza. Szóval nagyon jók a relációk. Ez a rendezvény, ez nagyon jó, évek óta szeretünk itt lenni, jók a versenyek, most is, ahol zsűriztünk, a főzőverseny, nagyon jó ételeket főznek, magyarosakat, ami tetszik nekünk is persze, és többi is, a előadások, minden jó. A rendezvényen a délután során a debreceni Agriti Szabad Idősport Egyesület is bemutatót tartott. Az iskola az egyik legrégebben működő kutyaiskola, ahol nagyon sok kutyás ismerkedett meg az engedelmesség alapjaival, az agilitivel, mint az egyik legnépszerűbb kutyásporttal. Céljuk a kultúrát, kutyatartás népszerűsítése, a gazda és a kutyája közötti pozitív kapcsolat kialakulásának elősegítése. A délután során újabb színpadi műsorok következtek, a Kelet-Kincs Egyesület hastánc bemutatóval, míg a Let's Dance csapat tagjai tánc bemutatóval szórakoztatták a fesztiválozókat. A műsorszámok után eredményhirdetések következtek, elsőként a Pálinkák pálinkája verseny győztesét díjazták a színpadon. A 17-es számú kapta a Pálinkák pálinkáját, ez egy gönci baraszból való pálinka, és ez pedig Szalai István. Az idén a sárga barack volt verhetetlen, viszont a megy pálinkának sem kell szégyenkezni, mert a megy pálinka követte, tehát megyből is lehet nagyon ízletes és finom pálinkát főzni, de a zsűri azt mondta, a zsűri is, és a társadalmi zsűri is azt mondta, hogy a 17-es gönci barack pálinka a legízletesebb, legfinomabb. És hát a pálinkát közben a főzőverseny 4 tagú zsűrije is meghozta a döntését, következtetett az eredményhirdetés, ahol elsőként királyné Rábai Eszter szakásmester szólt a csapatokhoz és a fesztiválozókhoz. 13 csapat mérte össze tudását,
áldozta a főzőversenybe a fáradtságát, a igényességét, illetve hozták a csapatok az autentikus recepteket. Örvendetes ez számunkra, hiszen az előző évekhez, ha visszanézzük, akkor egyre inkább bővül a versenyezni szándékozó csapatoknak a száma, illetve egyre igényesebben jelennek meg a csapatok, egyre szebb terítéket varázsolnak a főzés végére a kis portájukra, illetve nagyon finom, jó ízű és ötletes ételeket készítenek a vizsga, vagy az elnökség, illetve a verseny zsűri számára. És hát aki mindent vitt, és első helyezetben részesül, a szépkorúak a segítő kezektől csapatának a képviselőit, vagy a csapattagokat együttesen várjuk a színpadra. A szépkorúak segítő kezektől csapata bogrács golyást készített, részeges csipetkével, és szilvás pitével lepte meg a zsűri tagokat. Az es közelettével egyre többen gyűltek össze a szabadidő központ területén, a vidámparki játékoknál is teltház volt, minden korosztály jól érezte magát a rendezvényen. Az este 8 órától kezdődő koncertek sorát Zalatna is sorolta a magyar énekesnő, az első generációs pop-rock énekesnők egyike nyitotta meg, aki közel 6 évtizede van már a pályán. Legnagyobb slágereit földesre is elhozta, így felcsendült többek között a Nem vagyok én apáca, a Hol jár az eszem, vagy a Nem várok holnapig című örökző slágere is a rendezvényen. Arra, hogy mit játszunk, mérgesen, és kérdezem, nekik tart ez még jobban érdessék. Mert nem várok holnapig, holnapig, jó, ha kibírom szélhatig, kezdenék a végül. S nem láttam őt, úgy hajtanám
csak a csengő figyelem. Nem jó egyedül, de én várnék szívesen. Várnék, hogyha ő is érzi, és ugyanúgy vár. Hát hol jár az eszem, mindig csak álmodjál. A térdön megyek, de mert ez éppen kapró évezet. Egy magam vagy két párod csupán, mégis láncos, volt a kulcsa lány, hogy a fogy. Másokán egy percig szemkutott. Érdekelhet többen annyi más. Egy haramban ülni egy szabát. 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 Egy haramban ülni egy szabát.